Ha téged is érdekel a fény és látványtechnika, akkor látogass el erre a weboldalra. Megtalálsz mindent, ami kellhet ahhoz, hogy elérd a kívánt látványt. Spot, beam, bosch, par, és még sorolhatnám, mennyi típusú lámpa kapható itt. Vannak komplett szettek is. Ha esetleg lézert és hozzávaló füstgépet keresel, azt is megtalálod a kínálatban, de akár akusparlámpákat is tudsz venni. Az itt megvásárolt termékekre egy év garanciát ad az áruház, és van telefonos support is, ha esetleg elakadnál a beüzemelésben. A videót a fintechnikashop.hu támogatta. Kezdjük is rögtön a kis LED ballunkkal. Hát őszinte leszek, egy kis UFO-ra hasonlít, a dobozon van is egy UFO felirat, úgyhogy rögtön asszociálhatunk egy égi testre. Az elején található egy USB csatlakozó, ami determinálja, hogy zenelejátszásra is képes az eszköz. Van rajta Bluetooth felirat is, így mobillal is tudunk rá csatlakozni. Igazándiból a hangja nem egy acélos dolog, viszont hangerőben nem marad alul egy átlag Bluetooth hangfalhoz képest. Ez alatt azt értem, hogy nem egy 150 ezeres JBL hangfallal hasonlítjuk össze. A tápkábele mindössze 1 méter hosszú, de ez nem hiszem, hogy gondot okoz, ha egy házi buliba gondolkodunk. A fényforrásait tekintve van benne zöld, piros, kék, fehér, dedikált rózsaszín és egy Amber LED, egyenként 1 wattnyi teljesítménnyel. Ezeket forgatja körbe, és itt a tetején látható optikának köszönhető kis karikákat is tud vetíteni. Teljesen zenevezérelt a dolog, így a zene ritmusára mozgatja ezeket a pontokat és karikákat körbe-körbe egy ilyen ovális pályán. Ezek a fények inkább fentről lefelé látványosak, mert hogy viszonylag nagy a nyitási szöge, ezért hogyha a plafonra fel van rakva, vagy valami magas helyre és fentről pofával lefele néz, akkor az egész szobát képes bevilágítani. Szerintem egy durván 180 fokos nyitási szöggel rendelkezik, és az elég nagynak mondható. Az oldalán kapott helyet a hangszóró rács, amin a hang kilép a kis dobozból. A készüléket áram alá helyezve egy nagyon kedves kínai akcentussal beszélő hölgy közli felénk, hogy a Bluetooth modul az akcióra készen van, és ha esetleg valakinek nem hívta föl kellőképpen a figyelmét az elején a Bluetooth felirat, akkor ez a hang emlékeztet rá, hogy Bluetooth képes az eszköz. The Bluetooth device is ready to pair. Ventilátoros hűtéssel nem rendelkezik, így teljesen csendes a gép, eltekintve attól az zajtól, amit ez a picike kis motor kelt benne, de ez teljesen elhanyagolható. Aztán itt van nekünk ez a kis miniatűr stroboszkóp, de a mérete ne tévesszen meg senkit, mert a pici eszköz hatalmas fényre képes, már szobai körülmények között. Az érdekesség ennek a stroboszkópnak, hogy nem csak fehéren tud villogni, hanem pirosan, zölden, kéken és ennek permutációjában, ugyanis RGB képes, és ezekből a színekből keveri ki az éppen kívánt szint. 48 darab LED gondoskodik az eszköz elején a megfelelő fényről. Van lehetőségünk automata módban használni, ilyenkor a beépített mikrofon által rögzített hangok alapján változtatja a színeit és a villogás sebességét is, viszont van manuális mód is a hátulján, ezt 2 darab potméterrel tudjuk állítani. Az egyik potméter a villogás sebességét állítja, a másik egy kapcsolós potméter. Ha azt eltekerjük, akkor a mikrofon érzékenységét tudjuk állítani, viszont hogyha teljesen eltekerjük balra, akkor manuál módba kapcsol, és a mellette lévő potméter állításával tudjuk a villogás sebességét szabályozni. Ventilátoros hűtés hiányában ez is teljesen hangtalan, úgyhogy még hangzene mellett sem zavaró a működése. Összesen 11 wattnyi
energiára van szüksége ennek a kis stroboszkópnak, de ez ne tévesszen meg senkit, mert a LED technológiának köszönhetően ebből a 11 wattból nagyon-nagyon sok fényt ki lehet szedni. És most jöjjön a füstgép. A mindössze 500 wattos füstgép elfér a tenyeremben, egy arasznyi az egész, egyébként megmutatom nektek, hogy ekkora maga a masina. A súlya nem haladja meg a 2 kg-ot. Ez igazán megnyerő tulajdonság, ha azt vesszük figyelembe, hogy akár egy házi bulin a nappaliba szeretnénk használni. A tartály összesen 2,5 deci folyadékot tud magába fogadni, de a relatív kis teljesítmény miatt ez bőven elég. Szerencsére a kisméretű tartály nem kisméretű beöntő nyílást kapott, ez megkönnyíti a kötfolyadék betöltését, és biztosan nem fogjuk mellé önteni. A kis teljesítménynek köszönhetően nagyon hamar felfűti magát, úgy akár egy rögtönzött buli alkalmával is elővehetjük, és pár pillanat múlva már füstölhetünk is a nappaliban. Ehhez a készülékhez is jár távirányító, amit elemmel is feltöltöttek, csak úgy, mint az előző két készülék esetében. A távirányítón kettő gomb található, az egyik megnyomásával elkezd füstölni, a másikkal pedig leállítja a füstölést. Szerencsére itt már kapunk egy visszajelző ledet, ami a kazán felfűtöttségi állapotát jelzi vissza nekünk, ami a távirányító vevő egységén helyezkedik el. Lehetőségünk van fellógatva is rögzíteni a kis kengyel segítségével. Továbbá található még a készülék elején három darab LED, egy piros, egy zöld, egy kék, ez szuperül megszínezi a kiáramló füstöt, így egy nagyobb ködmennyiséget látszatva velünk. Nagyjából másfél méternyi füst csóvát tud magából kibocsájtani a készülék, ami azt gondolom, hogy egy házi buli alkalmával vagy egy nappaliban bőven elég. A készülék hátulján található egy IEC csatlakozó, itt már nem beépített tápkábelről beszéltünk, egy XLR csatlakozó a rádiós vevőegységnek, található egy áramtalanító kapcsoló, amivel teljesen ki tudjuk kapcsolni a készüléket. Ezeket az eszközöket azoknak ajánlanám, akik nem akarnak állványokkal vagy vezérlőkkel vesződni, csak az a fontos, hogy pillanatok alatt tánctéré varázsolhassák a nappaliukat. Ez a hármas, így remek választás erre a célra. Mindhárom gép linkjét megtaláljátok a leírásban, használjátok a Retromania 2020 kuponkódot, és egy kis kedvezményhez juthattok. Én köszönöm, hogy megnéztétek a videót, ha tetszett, dobj egy lájkot, ha szeretnél további tartalmakat látni ebben a témában, akkor iratkozz föl. Én megköszönöm a figyelmet, jók legyetek srácok, sziasztok!